Annak ellenére tervezi Brüsszel az újabb, immár 8. szankciós csomagot Oroszország ellen, hogy Európában már az eddigieket is egyre többen utasítják el. Erről beszélt a Kossuth Rádióban a Nézőpont Intézet elemzője, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az európai embereket senki nem kérdezte meg ezekről. A Fidesz frakció vezetője tegnap jelentette be, hogy a kormánypártok arra kérik a kormányt, indítson nemzeti konzultációt. Így Európában a magyarok lesznek az elsők, akik elmondhatják a véleményüket a szankciókról. Legyen módjuk a magyar embereknek ebben a fontos ügyben is elmondani, hogy mit gondolnak. A Fidesz és a KDNP frakciói felkérték a kormányt, hogy indítson nemzeti konzultációt az energetikai szankciókról, jelentette be csütörtökön a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté azt mondta, a szankciókról eddig csak a brüsszeli elit dönthetett az emberek nélkül, ezért a magyarok lesznek az elsők Európában, akik elmondhatják a véleményüket. Európában nem volt még egyetlen egy embernek sem módja arra, hogy elmondhassa, hogy mi a véleménye a szankciókról. A magyarok lesznek az elsők, akik elmondhatják a véleményüket. A nemzeti konzultáció korábban is fontos eszköz volt az európai vitákban, fontos ügyek mentén. Európa politikája kisiklott. A brüsszeli bürokraták már a 8. szankciós csomagot tervezgetik az emberek megkérdezése nélkül, pedig Európában az eddigieket is sokan elutasítják, mondta Pálfalvi Milán a Kossuth Rádióban. A Nézőpont Intézet elemzője szerint a nemzeti konzultáció viszont lehetőséget és erős felhatalmazást ad a magyar kormánynak, hogy valóban az emberek akaratát képviselje Brüsszelben. Magyarországon az embereknek a véleménye alapján tud a kormányzat döntéseket hozni. Ez azért egy nagyon fontos dolog, mert ez az, ami megerősítette hosszú évek során a kormányzat és a kormányzatba vetett bizalom erejét az emberek részéről. Tehát van egy olyan összetartás, egy olyan egyetértés, egy olyan egység Magyarországon, amit a nemzeti konzultáció tud megalapozni. Nemzeti konzultációt fogunk indítani. Legutóbb tavaly nyáron indított a kormány nemzeti konzultációt, amit Orbán Viktor miniszterelnök jelentett be. Akkor egyebek mellett a gazdaság koronavírus utáni újraindításáról, a gyermeket nevelő szülők SZIA visszatérítéséről, a hitelmoratóriumról és a migrációs kvótáról kérdezték az embereket. A nemzeti konzultáció már több mint egy évtizede bevált egyeztetési forma a választók és a kormány között. A konzultációkban számos a hazánk jövőjét meghatározó kérdésben kérte már ki a választók véleményét a kormány. Több alkalommal volt nemzeti konzultáció például szociális és gazdasági kérdésekben, de a kormány a bevándorlásról, terrorizmusról és a soros tervről is megkérdezte az embereket. 2018-ban pedig a családok védelméről tartottak nemzeti konzultációt, majd később a koronavírus elleni védekezésről. A népfelség elvének gyakorlása az ilyen típusú intézményekben bontakozik ki. Minden olyan kezdeményezést támogatni kell, amely erősíti a demokráciát és lehetőséget teremt arra, hogy az emberek elmondják a véleményüket. Erről Ify Blomnici Zoltán beszélt a Kossuth Rádióban. A századvég jogi szakértője szerint az elmúlt 12 évben erre a legjobb lehetőséget a nemzeti konzultáció biztosítja. 2010 óta azt látom, hogy bátrabbak az emberek, élnek az alkotmányos jogaikkal, és kinyilvánítják fontos kérdésekben a véleményüket, a kormányzat megkeresését követően is ilyen a nemzeti konzultáció, mint intézmény, amelyre lehetőséget ad. Az Európai Uniós szankciókról szóló nemzeti konzultáció részleteiről, illetve időpontjáról hamarosan döntés születik, és a tervek szerint a kérdőívet nem csak az interneten lehet majd kitölteni.